Sokan felteszik azt a kérdést maguknak, hogy miért hisznek az emberek az oltásban. A többség, mondjam azt a tömeg, miért hisz az oltásban. És kedves hallgatók, most, hogy a tömegről beszélek, én szeretném hangsúlyozni azt, hogy én már nem akarom, egészen pontosan vágyom arra, hogy ne nézzem le a tömeget. Azt, akit én tömegnek nevezek, hívok ebben a felvételben, ne nézzem le. Hisz én is voltam tömeg. Valamilyen mértékben talán most is tömeg vagyok. Isten bocsássa meg nekem, hogyha úgy hallatszik egyetlen szavam is, hogy én lenézek valakit, netán birkának nevezek valakit. Mert teljesen biztos, hogy ez helytelen, ez nem jó, ez senkinek nem segít. Sőt, úgy igazából, mint tudjuk, nagyon sok olyan mozgalom van, olyan szellemiség van, ugye, olyan lelkület van, amelynek a rabjai, szolgái, embertársaikat birkának nevezi. Ugye, sokan estünk ebbe a hibába, hogy lebirkáztuk embertársunkat az ő szálkája miatt, és nem vettük észre, hogy mekkora a mi gerendánk. A kérdés tehát az, hogy miért hisznek az emberek az oltásban. Egyértelmű választ fogsz kapni a kérdésre. Egyértelműen meg fogod látni, hogy minek köszönhető az, hogy az emberek hisznek az oltásban. A válasz röviden és tömören egy mondatban arra a kérdése, hogy az emberek, a tömeg miért hisz az oltásban az, hogy azért hisz az oltásban az ember, mert azt hiszi, hogy van lelke. Tegnap feltettem ezt a kérdést egy néhány kedves embertársamnak, hogy szerintük van-e lelkük, és mindannyian azt mondták, hogy igen, úgy hiszik, hogy van lelkük. Kedves aggató, ez nem igaz. Neked nincs lelked. Neked tested van. Feltettem azt a kérdést is, hogy van-e testük. És akkor már úgy érezték a csavart, a kanyart a kérdésben, hogy mire próbáltam kiukadni. Hogy az embernek nem lelke van, hanem teste. A világ, a tömeg, a tömegek, és mindenki, úgy általában, aki nem ismerte meg az élő Isten kegyelmét, azt hiszi, hogy van lelke. Arra lettünk tanítva és nevelve, hogy van lelkünk. Ez azt jelenti, hogy mi a test vagyunk, kedves hallgatók. Aki azt hiszi, hogy neki van lelke, azt hiszi, hogy ő a test. És ha körülnézünk a világban, hogy milyen sokan vannak az anyag rabjai, a test rabjai, a testi jólét, a testi élvezet, a testi kényelem rabjai, akkor most már tudjuk, hogy miért van ez. Azért, mert az lett velünk elhitetve, hogy nekünk van testünk, bocsánat, van lelkünk. És ezáltal a lelket a test alá rendeltük. Emlékszem, hogy gyermekkoromban folyton az volt a szemem előtt a tornateremben, hogy mens sana in corpore sano.
ami azt jelenti, hogy épp testben, épp lélek. Ugye ez a kijelentés nem tesz mást, mint hogy elhiteti az emberrel, hogy ő attól épp az ő lelke, hogy az ő teste egészséges. Észesen vettük, hogy evel a hazug kijelentéssel hány embertársunkat kárhoztattuk, akik mellesleg, ugye, valamiféle testi fogyatékossággal születtek. Azt mondtuk rájuk, hogy az ő lelkük sosem lehet épp, hisz az ő testük nyomorék. Azzal, hogy mensana in corpore sano, azt jelentjük ki, hogy egy olyan lélek, aki születésétől fogva vak, béna, nyomorult, akár süket, vagy bármiféle testi fogyatékossággal rendelkezik, annak az embernek nem lehet épp a lelke. Felhívom a figyelmet arra a kijelentésre, ami a Teremtés könyvében áll, miszerint a Jóisten, a Teremtő a föld porából hozta létre az embernek a testét. A föld porából gyúrta, úgymond, az ember testét. Ezzel is ugye jelképezze azt, hogy a test romlandó, és akár is az egészet martalikává válik előbb vagy utóbb. Viszont a teremtés nem fejeződött be azáltal, hogy Isten a föld porából létrehozta az emberi testet, mert hogyha ott a teremtés befejeződött volna, akkor nem lennénk mások, mint az ilyen korondi agyag, bábuk, agyag emberkék, ugye, törpikék. De Isten a teremtést itt nem állította meg, hanem az élet lehelletét lehelte az ő orrába. És így lett az ember élő lélekké. Nem élő testéket a sagatók. És nem test lélekké szellemé. Ez nem buddhizmus. A teremtés nem buddhizmus. A teremtés nem hinduizmus. A teremtés nem kereszténység. A teremtésnek van egy igazsága. Ez az igazság nem rejtett. Isten nem rejti el az ő igazságát. Mi rejtjük el a teremtés igazságát saját magunk elől, a saját okoskodásainkkal, a saját elképzeléseinkkel. A teremtésnek a rendje az bele van írva a teremtésbe. Felismerhető mindenhol, mindenben. Agy Pál apostol is mondja, amit az Úristen teremtett. Ezért, ennyi csak. Hölgyem? Jó van. Férfiak az elsőbség. De a teremtés aznak az igazsága felismerhető mindenben, amit Isten teremtett. És azáltal, hogy mi elkezdtünk okoskodni, filozofálni, azáltal rejtetté vált a teremtés igazsága előttünk. Elkezdtünk szellemeskedni, ugye okoskodni, kitaláltuk azt, hogy az ember az test, lélek és szellem, ilyent nem ír. A Teremtés könyvében az áll, hogy Isten az élet lehelletét lehelte az ember orrába. Így lőn az ember élő lélekké és nem élő testé. Ez azt jelenti, kedves agatók, hogyha a lélek, ami a legeslegfontosabb, ugye, mert ő lélek, ember, az ember lélek, az embernek nem teste van, bocsánat, nem lelke van, hanem teste. Ugyanis az ember Isten szerint élő lélek. Persze, mindaddig, amíg az igazságban van.
De hogyha az igazságot vehetelődtünk, akkor halott, holt lélekké, tisztátalan lélekké válunk. Amelyek, hogyha nem tisztulnak meg, úgymond elkárhoznak, kárba vesznek. Ez nem vicc, kedves agatók. Én ezt nem azért mondom, hogy valakit bejesszek a mennyek országába, mert nem lehet. A mennyek országát az ember vagy szerelemből látja meg, vagy sehogy. Másképp nem lehet, csak szerelemből, mert Isten az embert szerelemből teremtette. Szerelemmel, örömében, örömére teremtette. De viszont az igazság az igazság. Az a lélek, amely, és már itt jogosan mondom azt, hogy amely és nem aki, amely elhitte azt, hogy mens sana in corpore sano, azaz épp testben, épp lélek, az a lélek már kárban van, kárt szenvedett, egy hazugság által megkárosult ő, az a lélek, amely elhitte azt, hogy mens sana in corpore sano. Mert ezáltal a lélek alárendelte magát a testnek, az anyagnak, a pornak, és elhitte, hogy ő akkor lesz egészséges, hogyha az ő teste egészséges. És erről szól, kedves agatók, a mai világ, a modern világ. Ezért kenegetjük a testünket folyton aloe verával, különböző kenőcsökkel, tömjük a vitaminokat a szájunkba, a különböző ultrabió ételeket, mert elhittük, hogy attól leszünk egészségesek, hogy a testünk egészséges. Közben ez maga az antikrisztus, kedves agatók, mert a Krisztus azt mondja, hogy a lélek, a szent lélek, a megtisztult lélek legyőzte a test nyomorúságát, a test betegségét, még a test halálát is. Egy tiszta léleknek, egy szent léleknek hatalma van a test fölött. Jézusban nem ok nélkül mutattatik meg az ember számára, hogy a szent lélek, aki volt Jézusban, annak hatalma van a betegség fölött, az elmúlás, a halál fölött. Ezért engedte meg a Jóisten neki, hogy betegeket gyógyítson, halottakot támasszon fel. És ami mindennél fontosabb a gyógyításnál és a halottak feltámasztásnál, az, hogy megtanította az élet szavát, emlékeztetett bennünket arra a szóra, amiből minden lett. Hogy mi azáltal azt megismerve, azt befogadva, újból szent lelkekké váljunk, szent lélekké váljunk, és bekerülhessünk a szentségbe, az Úristen teljes dicsőségébe, örököljük az országot, a tökéletességet, Isten dicsőségét, a mennyek országát, az ő királyságát. Sokféleképpen mondta ezt Jézus. Miért hisznek az emberek a vírusban és az oltásban, a vakcinában? Azért hisznek az emberek az oltásban és a vakcinában, mert úgy tudják, hogy nekik van lelkük. Nem úgy tudják, hogy ők lelkek. És hogyha ők, mint lelkek, egészségesek az igazság által, egészségesek az igazság által, akkor az ő testük is egészséges, mert a léleknek hatalma van a test fölött. De viszont az a lélek, amely alárendeli magát a testnek, mivel a test ugye elmúlik, hajlamos a rothadásra, a megbetegedésre, az a lélek, amelyik alárendeli magát a testnek, szintén elmúlik, szintén megbetegszik, kárt szenved, megkárosul, elkárhozik, kárba vész. Ez a kárhozat. Az emberek azért hisznek az oltásban, mert bár azt hiszik, hogy hisznek Istenben,
nem Istennek hisznek, mert úgy hihetnének Istennek, ha ismernék őt. Én neked úgy hihetek, hogyha ismerlek téged, ismerem a te szavad, az eszed járását, úgymond. Ismerlek téged, és akkor dönthetek úgy, hogy hiszek neked. A legtöbb ember azt hiszi, hogy hisz Istenben, mert vallásos, templomba jár, gyülekezetbe jár. A legtöbb emberrel el van hitetve, hogy hisz Istenben. Kedves agatók, fáj a szívem, fáj a lelkem a drága embertársaimért, akik ebbe a csapdába estek, és estünk. Én is belestem ebbe a csapdába egyébként. Én sem vagyok kivétel. Fáj a szívem mindenkiért, aki azt hiszi, hogy neki van lelke. Mert aki azt hiszi, hogy neki van lelke, az test. Ő testi. Testi ember. Tehát hatással van az ő lelkére a test. A test uralma alatt van az ő lelke. Nem kell más tenni, kedves barátaim, mint visszakerülni abba az állapotba, amelyben bennünket az élő Isten elképzelt, megálmodott. Abba az állapotba, miszerint élő lelkek vagyunk, akiknek van testük. Nem testek vagyunk, akiknek van lelkük, hanem élő lelkek vagyunk, akiknek van testük. Jézus a tanításaival, a szavaival, az élete tanításával, minden mozanatával megmutatta, hogy hogyan válhatunk élő lélekké, megtisztult lélekké, akiknek mellesleg van testük, de a testük nem hatalmaskodik a lélek fölött. És tudják azt, hogyha az ő lelkük egészséges, a test is egészséges. Mert Isten azt az ajándékot adta az embernek, hogy addig, amíg a lélek igaz, amíg ő tiszta, tiszta lélek és nem tisztátalan, nem testi, nem testben ragadt, nem földhöz ragadt, hanem szent, tiszta és szabad, addig annak a léleknek hatalma van a test fölött, sőt, hatalma van még arra is, hogy a testet az ő szabadságában hagyja el. Nem az ő nyomorúságában, kedves hallgatók, nem az ő betegségében, az ő kárhozatában, hanem az ő szabadságában. Amikor a lélek már kimondja magától azt, hogy nincs szükségem a testre, és megboldogul, nem meghal, hanem megboldogul. Ó Istenem, ezek annyira egyszerű igazságok, kijelentések, annyira kívánom, hogy minél többen megértsék ezt, és minél többen megkívánják az élő igazságot ezen kijelentések által. Mert, mint ahogy én többször mondtam, kedves hallgatók, én egy egyszerű gyarló ember vagyok, olyan tekintetben, hogy én nem tudok tanítani senkit. Tudom, hogy nincs tanítás. Nem lehet tanítani, nincsenek tanítók, nincsenek mesterek, nincsenek guruk a földön, ez mind hazugság. Nincsenek pásztorok a földön, csak ilyen szerepek a színházban. Jézus egyértelműen elmondta, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek, rabbinak. Senki ne neveztesse magát mesternek, tanítónak, rabbinak. Mert mi mindannyian testvérek vagyunk, és csak egy tanítónk van, a Krisztus. A Krisztus lelke. Istennek a lelke, ő a tanítónk, mindannyiunk tanítója, és mi mindannyian testvérek vagyunk. Tehát én nem tudok semmit sem megtanítani. Sajnos bár hiába is írtok nekem, hiába jöztök hozzám, hogy beszélgessünk, nincs értelme sem a teológiának, sem a vitának. Én egyszerű gyermek vagyok, bizonságtevő, akit az Úristennek a kegyelme megmentett. És nekem megtanította Isten, hogy mit jelent az, hogy én élő lélek vagyok, akinek most még van teste, de már nem sokáig. Nem sokáig maradok testben. És én, amíg testben vagyok,
nem tehetek mást, mint bizonságot arról, amit elmondtam. Arról, hogy te nem vagy. Te nem test vagy, hanem lélek. Neked nem lelked van, hanem tested. És amikor te ezt megtudod az igaz forrásból, ahogy azt Jézus megmutatta az ő szavai által és az élet által, legyőzted te is vele együtt úgy a betegséget, mint a halált. Már nem fogsz abban bízni, hogy téged a gyógyszerek megmentenek, vagy a vakcina megment, mert tudod, hogy a lélek, ha megmenekülsz egyáltalán, akkor a lélek az, aki téged meg fog menteni. Az a lélek, aki visszafordult az ő teremtő édesapjához, megkapta tőle a kegyelmet, az igazságot, az igaz kijelentést, és azáltal megtisztult, folyamatosan tisztul, megszentelődik, és ezáltal legyőzi a test erőtlenségét, a test betegségét. Azáltal tud meggyógyulni a test is, hogy a lélek eleven benne, egészséges, meg van telve, meg van szentelődve, és nem tisztátalan, nem földhöz ragadt, nem testi. Nem a test irányítja a lelket, hanem a lélek a testet. És hogyha a lélek tiszta, egészséges, akkor minden bizonnyal a hozzátartozó test is tiszta és egészséges. Nincs szüksége semmilyen gyógyszerre, pirulára, vakcinára, hogy a test meggyógyuljon, vagy védve maradjon, hanem mivel, hogy ő össze van kapcsolva az ő teremtőivel, azáltal ellenáll minden betegségnek. Nincs ahogy ő megbetegedjen. Sőt, ahogy Jézus mondta, hogyha valami halálosat isznak, ugye az ilyen testek, akkor az nem árt meg nekik. Miért? Azért, mert az élő lélek elevenné tette a testet, és az élő léleknek hatalma van a test fölött. Nem tud megbetegedni. Az élő lélek, az igazságban, a Krisztusban lévő lélek, a Krisztust ismerő lélek nem félelemben van, hanem egész elemben, egészségben, szerelemben van. Így neki nincsen szüksége semmilyenféle pirulára, semmilyen vakcinára, semmilyen orvosságra, hogy megmeneküljön, sőt, alig várja, hogy eljön az idő, amikor ő hazamehet, kiléphet a testből, ebből a porhüvelyből, és visszamehet az ő igazi otthonába. Kedves hallgatók, én elnézést kérek és bocsánat kérek, hogyha valakit megbántottam a szavaimmal. Senkit nem nézek le. Akik a vakcinát beadatták, őket sem nézem le. Én tudom, kedves hallgatók, hogy közülük is, akik már beadatták a vakcinát, lesznek olyanok, akik megmenekülnek. Akiket az Istennek a lelke felébreszt, hogy az ébredésüknek mi lesz az ára és a tétje, azt nem tudom. Lesz, akinek ugye talán szenvednie kell, valaki kórházba kerül, beteg lesz, vagy tragédiát kell tapasztaljon, ami őt lesokkolja és felébred, hogy ő hazugságban élt. És azáltal ugye, azáltal megelevenedik ő. Már kerestek meg olyan személyek, akik beadatták az első vakcinát, vagy a másodikot is. Rám írtak. Vannak olyan emberek, akik már megbánták, hogy beadatták a vakcinát. És a lélek nekem, aki engemet megmentett, nem azt adta, hogy kárhoztassam őket, hogy azt mondjam, hogy nektek már nincs esélyetek, hanem azt mondta, hogy Isten hatalmas. Mostantól ő a te gyógyszered.
mostantól ő a te oltásod. És ha megkapod az élet oltását, a Krisztus szavát, akkor örökön élni fogsz. A tévedésed ellenére is. Viszont nyilván, kedves hallgatók, azt sem hallgathatjuk el, hogy az esélyek csökkennek minden oltással, mert ez kettőjén nem fog megállni. Az esélyek csökkennek, és sokan elveszítik a lehetőséget, a kegyelmet azáltal, hogy hallják az igazságot, hallanak az igazi oltásról, hallanak az élet szaváról, de ők mégis az emberi megoldást, a testi megoldást választják, a lelki megoldás helyett, aminek hatalma volna a test erőtlensége fölött. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.